Sziasztok! Ebben a videóban 5 tévhitet fogunk szétoszlatni a tesztoszteronnal kapcsolatban. Az egyik ilyen például, hogy a tesztoszterontól agresszívak leszünk. Kinek magyarázol? Nekem magyarázol? Ja. Valamit csináltok. Légy szíves. Hát kint találkozunk egyébként. Ki engedte be amúgy? Első tévhit, a tesztoszteron a férfi nemi hormon. Miattatok vagyok itt. A tesztoszteron az egyik leggyakoribb androgén, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy olyan hormonosztály, amely a férfias jelleg kialakulásáért és fenntartásáért felel. De nem csak férfi, hanem a női szervezetben is aktív hormonról van szó, kulcsfontosságú a női fejlődés és egészség szempontjából. Második, kizárólag a korunk befolyásolja a tesztoszteron szintet. Bár jellemző már 30 éves kortól a hormonprodukció csökkenése, ami egyébként befolyásolható a megfelelő fehérjebevitellel, a változatos és kiegyensúlyozott szénhidrátbevitellel, illetve a jó zsírok fogyasztásával, és persze az aktív életmóddal. Ugyanakkor 30 éves kor alatt is találkozhatunk alacsonyabb hormonszinttel, ez például a túl sok edzés is befolyásolja, de ugyanígy tesz a különböző műszakokban dolgozás, nem megfelelő mennyiségű alvás, és hát természetesen az se segít, hogyha káros szenvedélyeink vannak, de ami a legjellemzőbb, az a nem megfelelő táplálkozás. Harmadik, a tesztoszterontól agresszívak leszünk. Ki az agresszív? Fontos leszögezni, hogy nem külső hormonpótlásról beszélünk, hanem a szervezet által produkált anyagokról, hormonokról van szó, és nincs bizonyított kapcsolat az erőszak vagy az agresszív viselkedés és a magas hormonszint között. Úgy is mondhatjuk, hogy független ez a fajta viselkedés a hormonszintünktől. Sőt, pont hogy ellenkezőjét mutatja az a tény, hogy a megfelelő hormonszint mind a kedélyállapotra, mind pedig a viselkedésünkre jó hatással van. Negyedik, a koffein jótékony hatással van a tesztoszteronra. Ez részben igaz, hiszen a moderát mennyiségű koffein segítheti a hormon kiválasztást, de nem csak a tesztoszteron esetében, hanem a kortizol hormon esetében is, ugye a stressz hormonról van szó, annak is kedvez, tehát annak a termelődésére is hozzájárul, viszont a kortizol pont ellentétesen működik, mint a tesztoszteronunk, illetve a kortizol magas szintje alacsony tesztoszteron szintet fog eredményezni. Illetve testünk formálása mellett a lelkünkkel is foglalkozzunk. És végül az ötödik, a kopaszoknak magasabb a tesztoszteron szintje. Mondjuk ez biztos, hogy hülyeség. Ennek azért van valamennyi igazság tartalma, de nem a tesztoszteron felelős a kopaszodásért, hanem a DHT az, ami befolyásolja ezt a férfias kopaszodást. Egész pontosan a hormonális egyensúly optimalizálásához a DHT blokkolása és aktívabb, dominánsabb tesztoszteron kell. Hogyha további kérdésetek van, esetleg ismertek más hasonló tévhitet a témával kapcsolatban, nyugodtan írjátok meg kommentben, a szakértő válaszol felületre is egész nyugodtan tudtok írni nekünk. Van, ezt már nem hiszem el. Biotech-USA. The feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat.